Köszönöm szépen. Sziasztok! So, thank you. Hi! Nagyon jó, hogy itt vagytok ma. It's great to have you here tonight. Azért örülök, mert olyan jó résznek nézünk elébe, komolyan izgalmas. And I'm so glad because we are looking forward to a great chapter. It's really exciting. És úgy örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok szerda délután. And I'm glad to have so many of you here on a Wednesday afternoon. És tényleg kérünk, hogy imádkozzatok is, légy szíves a felújításért, jó? And I also ask you to please pray for the renovation works. Hogy jól menjen, minél hamarabb kész legyen. So that we would finish on time and it would go well. És áldás legyen. And it would be a blessing. Úgyhogy kérünk benneteket, jó? Légy szíves. We ask you to pray for that. Szóval, hogyha van Bibliátok, akkor legyetek kedvesek odalapozni Mózes 5. könyvébe, 14. részhez. If you have your Bibles here, then please turn to chapter 14 in the book of Deuteronomy. És megyünk tovább a Biblián. We're going to continue studying the Bible. De tudjátok, hogy általában így az első szerdák egy hónapban az arról szól, hogy kicsit többet imádkozunk együtt és többet dicsőítünk. But you know, on the first Wednesday of each month, we spend more time praying and also praising and worshiping God. Jézus azt mondta, hogy mindig imádkozni kell, és soha nem szabad abba hagyni, vagy így megrestülni benne, vagy hogy mondják ezt szebben mostanában? Azt nem. Azt mondja, lustálkodni. Soha nem szabad abba hagyni. Igen? Okay, so Jesus exhorted us to pray without ceasing, and we shouldn't be lazy, you know, in that we shouldn't stop doing that. Úgyhogy ha van kérdésed arra, hogy miért imádkozunk, akkor az első az ez, mert Jézus mondta. Okay, so if you have any questions, so why we should pray? Well, first of all, because Jesus said so. De hisszük azt itt, hogy amikor mi imádkozunk, akkor megnyitunk egy ajtót Istennek, hogy beleléphessen a helyzeteinkbe. But here we believe that whenever we pray, we open a door for God and let him enter a situation in our lives. És hisszük azt, hogy amikor dicsérjük őt, akkor megérint minket, munkálkodik bennünk. And we believe that when we praise him, then he is at work in us and he touches our hearts. És ezért gondoltuk azt, hogy minden első szerda az kicsit jobban a dicsőítésről szól, kicsit jobban arra, hogy imádkozunk. And that's why we wanted to devote the first Wednesday of each month to prayer and worship. Most először kérlek, hogy imádkozzatok velem. So first, please pray along with me. Imádkozzunk azokért az emberekért, akik a mögöttünk álló húsvéti hétvégén bármelyik gyülekezetben hallották az evangéliumot. I want us to pray for all of those people who in this past weekend, Easter weekend, heard the gospel in any church. Imádkozzunk azokért, akiket sikerült elhozni gyülekezetbe, és azokért is, akiket meg nem. And let's pray for all those people who we managed to bring to church, and let's pray for all those people who we didn't manage to bring to church. Csak imádkozom, és imádkozzatok velem. Okay, so I'm gonna pray, and please pray along. Atyám, köszönjük neked azt, hogy elküldted a fiadat Jézus. So Father, we thank you that you sent your son Jesus. És köszönjük Jézus, hogy engedelmes voltál és eljöttél. And thank you Jesus that you were obedient and you came. Köszönjük, mert megmentettél minket. And thank you because you saved us. Köszönjük azt, hogy örök életet kaptunk. And thank you that we received eternal lives. Uram, hálával jövünk eléd a kegyelmedért. Köszönjük a kegyelmedet. And we come into your presence, Lord, with thanksgiving, because we want to give you thanks for your grace. Hálásak vagyunk, hogy van egy ajtó, amin keresztül így meghívhatunk téged az életünkbe. And we thank you, Lord, that there is a door through which we can invite you to enter our lives. Köszönjük, hogy imádkozhatunk, és te most figyelsz minket. And thank you that we have the opportunity to pray, and you're listening to us. Atyám, szeretnénk arra kérni, hogy érintsd meg, Uram, változtasd át azokat az embereket, akik hallották ezen a hétvégén az evangéliumot. And we want to ask you, Lord, that you would touch the hearts of all of those people, and you would change all of those people who heard the gospel this past weekend. Szeretnénk arra kérni, Szentlélek, hogy te, aki ott vagy, és most is munkálkodsz körülöttük, kérlek, hogy ne hagyd őket aludni akár, hogy ébreszd föl őket az evangéliummal. And we ask you, Holy Spirit, because you're there in their lives and you're at work in their lives, that you wouldn't let them sleep, but you would wake them up with the gospel. Azért imádkozunk, hogy átadják az életüket.
And we ask or we pray that they would surrender their lives. Kérlek, Szentlélek, hogy emlékeztesd őket Jézusra. And we also ask you, Holy Spirit, that you would remind them of Jesus. És szeretnénk azokért imádkozni, akiket meghívtunk, de nem jöttek el valamiért. And I also want to pray for all those people who we invited, but they didn't come for some reason. Atyám, nem tértek meg ezen a húsvéton. Well, at this Easter weekend they didn't get saved. Kérlek, hogy mentsd meg őket. So we ask you, Father, that you would save them. És kérünk magunkért is, hogy adj nekünk kitartást, hogy továbbra is imádkozzunk értük, és vigyük nekik az evangéliumot. And we also pray for ourselves that we wouldn't stop praying for these people and we would bring the gospel to them. Atyám, adj nekünk erre bátorságot. So Father, we ask you that you would give courage to us. Add Uram, hogy így vállaljuk azt, akik mi vagyunk. And please help us to stand up for who we are. És kérlek, hogy a világosságunk az így elérjen embereket. And may our light reach the people. Kérünk, Uram, hogy áld meg őket. So we ask you that you would bless them. És arra kérünk, hogy most szólj hozzánk az igédből. And we also ask you that you would speak to us. Te Atyám, te ismered a szívünket, az életünket, hogy hol állunk éppen. Because Father, you know our hearts and our lives, where we are at the moment. Arra kérünk, hogy szólj bele az életünkbe. So we ask you that you would speak into our lives. Azért is jöttünk ide, Uram, mert szeretnénk hallani a te akaratodat. And this is why we have come here, Lord, because we want to hear your will. És olyan jó, hogy a te szavaddal olyan nagy csodák történtek már. And it's great, Lord, that through your word great miracles happened. Arra kérünk, Uram, hogy ma tegyél csodát a szívünkbe a szavaddal. So we ask you, Lord, that you would do a miracle in our hearts through your word today. Itt vagyunk előtted, kérünk, hogy változtass. We are in your presence, Lord, and we ask you that you would change us. És add, hogy teljesen oda tudjuk szánni magunkat az igédnek most. And help us to fully devote ourselves to your word. Jézus nevében kértünk. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Fogunk még majd együtt imádkozni. And we're going to pray together. És dicsőíteni is fogunk még. And we're going to praise and worship the Lord. És lehetőség lesz arra is majd, hogy gyertek előre és imádkozunk veletek a dicsőítés alatt. We will also give you the opportunity to come forward so that we can pray for you. De remélem, hogy most már odaértetek a Mózes 5. könyvébe 14. részhez. But hopefully by this time you have found chapter 14 in the book of Deuteronomy. És nagyon érdekesnek találom, Isten mutat még mindig újakat benne. And I find it quite interesting because God keeps showing me new things. Ahhoz képest ugye, hogy tudjuk azt, hogy Mózes 5. könyve az egy ismétlés, úgy is hívják, hogy második törvény. Which is interesting in light of the fact that we know that the book of Deuteronomy is actually a repetition. It's also called like Mózesnek a szavai repetition. Még egyszer elismétli a népnek a törvényt, mielőtt belépnének az ígéret földjére. So basically Moses repeats the law to the people before they enter the promised land. És ezt látjuk itt. A 14. rész is egy ismétlés egyébként. And this is what we can see here. Chapter 14 is also a repetition. De mégis olyan jó, hogy Isten így csepegtett új dolgokat bele. But it's great that God adds some new elements in the meantime. Tudjátok azt, hogy a keresztény az egy olyan ember, akit Isten kiválasztott magának. You know that a Christian is a person whom God has chosen for himself. Kiválasztotta arra, hogy a gyermeke, a barátja, a szolgája, az eszköze legyen. So God has chosen this person to be his son or daughter and his servant and his friend. És végig a Bibliában látod azt, hogy Isten arra hívja a keresztényt, hogy viselje ennek a dolognak a kiváltságát, hogy ő Isten fia. And all throughout the scriptures we can see that God asks a Christian or such a person to bear the signs of this privilege. Ugye ennek az áldásait. And to bear the blessings of it. De arra is látunk példát sok helyen, hogy Isten azt mondja, hogy igen, viseld az áldásait, és viseld ennek a megkülönböztető jeleit. But many times we can see examples of a person bearing the blessings of this and also bearing the distinctive signs of this. De mik ezek a jelek, amiket így magunkkal kell hordanunk, mint keresztények? Okay, so what are these distinctive signs that as Christians we need to bear upon ourselves? És itt Mózes 5. könyvében, a 14. részben erre kapunk néhány választ. And we are going to get a few answers through this question in chapter 14 here. És nagyon érdekes válaszokat. Some interesting answers.
Tehát 14. rész első két versét olvasom először. So I'm going to read the first two verses of chapter 14. Ti az Úrnak, a ti isteneteknek fiai vagytok. Ne vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között ne csináljatok kopasságot a halottakért. Érdekes lesz, ugye? It's going to be interesting, isn't it? Mert szent nép vagy te, az Úrnak, a te istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy neki tulajdon népe minden nép között, amelyek a föld színén vannak. Ez volt Izraelnek a kiváltsága. So this was the privilege of the people of Israel. Abban az időben csak egyetlen egy nemzet élt a földön, aki belsőséges közösségben volt Istennel. At that time there was only one nation who had an intimate relationship with God. Minden más nép csak Izrael bizonyságán keresztül közeledhetett Istenhez. And all other nations could only approach God through the testimony of Israel. Ezért kellett Izraelnek megmutatni a világnak, hogy milyen az, amikor valaki Istennel jár. And that's why Israel had to demonstrate it to other nations what it was like when someone walked with God. Ugye azt olvassuk róluk, hogy ők egy elválasztott nép voltak, Isten céljaira félretéve. We learn about them that they were a nation or a people group who were set apart for God for his purposes. Őket választotta Isten arra, hogy megmutassa a világnak, hogy milyen az, amikor valaki Istent szereti, és milyen az, amikor valakit Isten szeret. And God has chosen them to demonstrate through them what it was like when someone was loved by God and someone loved God. Látod, Isten abban az időben is arra kérte az ő embereit, hogy legyenek bizonyságok arról, hogy milyen az Úrral járni. So even at that time God asked his people to show what it was like to walk with the Lord. Hogy legyenek bizonyságok arról, hogy Isten van és Isten szereti az embert. That there should be a testimony of God that he exists and of his love. Viseljék ennek a kiváltságait és viseljék ennek a jeleit. That they should bear the privileges of this and also the signs of it. Azt mondja Péter első levelében, második rész, 9. vers. In 1 Peter 2:9 it says, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Na, még valami. Komolyan, meg sem lepődök, tehát, hogy... I'm not even surprised. Oké, meg vagyok, csak... I'm fine. Tudjátok, ma mi vagyunk, aki így el vagyunk hívva. So today we are the ones who are called in this way. Péter azt mondja, hogy mi vagyunk kiválasztott nemzetség, királyi papság, aki arra van hívva, hogy megmutassa a világnak, hogy milyen Isten. So Peter says that today we are a chosen race and the royal priesthood who are to demonstrate to others what it's like to belong to God. És Jézus el is küldött minket, hogy ezt menjünk és mondjuk el mindenkinek. And Jesus has also sent us into the world to share this with everyone. Máté 28:19-től ezt olvasod. This is what you can what you will read in Matthew chapter 28 from verse 19. Elmenve ezért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Látjátok, ugyanúgy, mint az Ószövetségben Izrael, most mi vagyunk erre hívva. So just like in the Old Testament it was Israel, today we are called for this purpose. Hogy viseljük ennek a kapcsolatnak az áldásait és a jeleit magunkon. That we would bear the blessings of this relationship, and we would also bear the signs of it. Mert Isten van, és Isten szereti az embert, és Isten szeretné, ha ezt mindenki tudná. Because God exists, and he loves mankind, and he wants everybody to know that. És ma csak egyetlen nemzet van, aki bensőséges kapcsolatban van Istennel. And today there is one single nation who have an intimate relationship with God. Akinek a példamutatásán meg a szolgálatán keresztül a világ megláthatja Istent. Through the example and ministry of whom the world can see God. Ez a nemzet, ez a keresztény, úgy hívják.
and this nation is Christians. Mi vagyunk az élő képei Jézusnak a világ számára. So we are the live images of Christ for the world. Hogyan mutathatjuk meg ezt a szavainkon kívül? And how can we demonstrate that apart from our words? Sőt, mondhatom azt is, hogy hogyan mutathatjuk meg erősebben, mint csak a szavainkkal. In fact, I could put it in a way, how could we demonstrate it in a more powerful way than with our words? És azokkal a jelekkel, amiket magunkon kell viselnünk, a gondolkodásunkkal, a viselkedésünkkel. Through the signs that we are supposed to bear, so through our thinking and our behavior, our acts. Mózes idejében ugyanezt várta Isten a népétől. At the time of Moses, God expected the same from his people. A fiaim vagytok, az enyémek vagytok. You are my sons, you belong to me. Szentek vagytok, el vagytok különítve az én céljaimra. You are holy, so you are set apart for my purposes. Szeretlek benneteket. I love you. Ennek rengeteg áldása van az életetekben. And there are tons of blessings of my love in your lives. Most pedig járjatok úgy, hogy ti az én fiaim vagytok. So walk in a way that you belong to me. Hordjátok az életeteken azokat a jeleket, amik rólam szólnak. And bear the signs that are about me in your lives. És mi az az első dolog, amit itt előbb olvastunk, amit Isten kér tőlük, hogy viseljék ezt a jelet? And what is the very first thing that we read here, you know, that God asked them to bear or demonstrate? Az első dolog, amit Isten kér tőlük, az az, hogy ne gondolkozzanak úgy a gyászról, mint ahogy a körülöttük lévő népek gondolkoztak a gyászról, meg a halál utáni életről. The first thing that God asks them to do is not to think of mourning or grief in a way that the surrounding nations did. Ugyanis abban az időben volt az a szokás, sőt, hallottam, hogy egyébként még most is van bizonyos helyeken. Because at that time there was a tradition, and it's a tradition even today, as I heard. Hogy a halottakért vagdosták magukat, összevagdosták magukat. That people cut themselves, cut their bodies for the dead. Vagy kopaszra nyírták a fejüket. Or they shaved their hair off. Isten azt mondja, hogy ha közületek meghal valaki, akkor ne így viselkedjetek, ahogyan ezek a pogány népek, akik nem ismerik Istent. So God tells them, okay, so if one of you dies, then do not act like that, you know, like all these pagan nations around you. Olyan érdekes, hogyha az tesszalonikaiakhoz írt első levélben lapozom. If you turn to 1 Thessalonians. 4. rész 13. verse. In chapter 14, verse 13 is quite interesting to read. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Bizonyságok lehetünk mi is ebben a világban Istenről. So we can testify to God for the world. Megmutathatjuk őt ennek a világnak úgy, ahogyan gondolkozunk a halálról. So we can demonstrate him to the world by how we think of death, for example. Vagy ahogyan beszélünk és gondolkozunk azokról, akik Krisztusban haltak meg. Or for example, how we speak and think about all those people who died in Christ. Persze, nem azt jelenti, hogy ne gyászoljuk őket. Of course it doesn't mean that we shouldn't mourn for them. De úgy kell gyászolnunk őket, mint akiknek örök reménységük van. But we should grieve them in a way that we know that they have eternal hope. Különböznünk kell abban, ahogy ezekről a dolgokról gondolkozunk. So we should be different in how we think about these things. És különböznünk kell abban, ahogy ezekről a dolgokról beszélünk a világnak. And we should also be different in how we speak to the world about these things. Szóval látod, Isten az első ez volt az első dolog, amit így elvárt a népétől, hogy ez az első jel rajtatok. So this was the first sign upon them. This was the first thing that God expected them to be different in. Aztán a harmadik és negyedik vers a Mózes 5. könyvében. Okay, then let's get back to chapter 14 in the book of Deuteronomy, verses 3 and 4. Semmi utálatosságot meg ne egyél.
Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek, és itt jön egy felsorolás. Okay, so these are, you know, the animals that you can eat, and there is a long list here. Mózes 5. könyvének a 14. része az újra ismétli az ételekkel kapcsolatos szabályokat. So basically, chapter 14 here in Deuteronomy repeats the dietary laws. És megtalálod ott, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami tisztátalan Isten szemében. And here you can find what is clean and unclean in the eyes of the Lord. Mi az, ami kosher vagy nem kosher. What is kosher or not kosher. És ami nagyon szembetűnő, hogyha megnézed, nem tudom, hogy van-e kedved most esetleg belenézni. And what is really striking, you know, if you take a look at it, I don't know if you feel like taking a look at it right now. Gondolkoztatok már azon, hogy mi lehet a különbség, vagy így hogyan? Have you ever thought about what could make the difference? Hogy mitől tiszta valami, és mi tisztátalan? So what makes an animal clean or unclean? És arra fogsz jutni, ahogy így hirtelen csak gyorsan végigfutod. Okay, and as you run through this list, you will find. Hogy Isten az állatokat elsősorban az étkezése alapján különböztette meg. That God distinguished between these animals primarily based on their diet. És a másik pedig, amit ott találsz, az a lábuk alapján, hogy milyen lábon járnak. And the other factor was their hoof, you know, or like the legs that they had. Így mondta meg, hogy ez most tiszta vagy tisztátalan. Okay, so this is how he told the people what made something clean or unclean. Hogy ítéld meg, hogy mi az, amit megehetsz, és mi az, amit nem. This is how they were supposed to judge what they could eat or could not eat. De annyira tetszik nekem, hogy Jézus ezt így letisztázza az új szövetségben már. But I love the fact that Jesus clarifies this in the New Testament. A Márk evangéliumában ez van, 17. részben. In the Gospel of Mark, in chapter 7, we find the following. 15. vers először. Okay, so first, verse 15. Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenve ő belé megfertőztetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert. Aztán a 20. vers. And then let's continue with verse 20. Mondta továbbá, ami az emberből jön ki, az fertőzteti meg az embert. Mert onnan belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokságok, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Jézus azt mondja, hogy ne azt vizsgálgasd, hogy mi az, amit megeszel, hogy mi az, ami a gyomrodba jut. Okay, so Jesus here says, do not examine whatever goes into your stomach. Hanem azt vizsgálgasd, hogy mit engedsz be a szívedbe. But examine what you allow to enter your heart. A Biblia azt mondja, hogy a szívünknek a teljességéből fog szólni a szánk. Because the Bible says that out of the fullness of the heart the mouth speaks. Amivel el vagyok foglalva, amivel megtöltöm a szívemet, úgy fogok beszélni is. So whatever occupies my thoughts, it will fill my heart too. Bizonságok lehetünk ennek a világnak Istenről abban, hogy mi nem eszünk meg akármit. Okay, so we can testify to the world about how we do not eat everything. És itt most nem a fizikai ételről beszélek. And I don't mean physical food. Hanem nem engedünk be akármit az életünkbe, szívünkbe, gondolatainkba. But we do not allow certain things to enter our hearts or our thoughts, our minds. Csak tedd föl ezt a kérdést, mit nézek, mit hallgatok, mit hallok meg? Just ask yourself the question, what are you watching, what are you listening to? Vajon az Isten szerint tiszta? Is it pure in God's eyes? Arra a Biblia azt mondja, hogy igen, ez rendben van. Does the Bible say that it's okay? Ha Jézus ott ülne mellettem, akkor azt mondaná, hogy igen, nyugodtan hallgass tovább, nézd tovább. If Jesus sat by you, then would he say, yeah, just keep on watching or keep on listening to that? Azt mondaná rá, hogy okay, nyugodtan, ez még belefér, kegyelmes vagyok. Would he say, you know, that's okay because I'm gracious? Vagy lehet, hogy elvenni a távirányítót és kinyomná a csatornát. Or would he get the remote control out of your hands and, you know, he would just switch off the TV?
És annyi szemét ömlik ránk ebbe a világba. There is so many rubbish that's poured out. Amivel táplálhatod a szívedet. And you can feed your heart with all this rubbish. Figyelj arra, hogy mivel eteted. So just watch out as to what you feed yourself. Mert végül annak a teljességéből fogsz beszélni. Because then out of the fullness of that you will speak. Csak nézd meg és vizsgáld meg annak a dolognak a járását, a lábait. And just examine the walk and the legs of that thing. Hogy az, amit nézel, hallgatsz, beengedsz, az jó felé vezet téged? Whatever you watching, you know, or listening to, is it leading you into the right direction? Egy egészséges irányba halad? So are you heading into in a healthy direction? Vagy vizsgáld meg azt, hogy miből táplálkozik, miből van az, amit épp hallgatsz vagy nézel. Or just examine what that particular thing feeds on, you know, whatever you're watching. Az téged keresztényként azt táplálni fog. Is it going to feed you as a Christian? Az fel fog építeni téged lélekben. Is it going to edify you in spirit? Látod, ugyanúgy, ahogy Izrael népét Isten hívta arra, hogy különböztessék meg, hogy mi tiszta és tisztátalan, mi is hívva vagyunk erre. So just like God called the people of Israel to distinguish between clean and unclean, we are called to do that. Isten azt mondja, hogy ne egyétek, ami utálatos Isten szemébe. And God exhorted the people of Israel not to eat whatever was detestable in his eyes. Ne egyétek, ami nem tiszta. And they were not supposed to eat whatever was not clean. Ez bizonyság lehet a világ előtt. And it can be a testimony to the world. Amikor te nem mész velük, nem futsz velük a tisztátalan dolgaikba. When you don't follow them and you don't join them in their unclean things. Aztán Isten rátér még egy dologra, ami egy jel Isten népén. God touches upon another issue, which can also be a sign of his people. Amivel ez a szent nemzet, ez világítani tud. And it is also something that can make this holy nation shine their light. Olvassuk ott a 14. részben 22-től. Okay, let's read from verse 22 in chapter 14. 22-23. It's going to be 22-23. Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, amely a te meződön terem. És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajadnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását, hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben. És a 29. vers. And verse 29. És eljön a lévita, ugye ők a papok, a papság. So the Levites were other priests. Akinek nincsen része és öröksége te veled, és a jövevény, árva és özvegy, akik a te kapuidon belül vannak, és esznek, és megelégednek, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened, a te kezednek minden munkájában, amelyet végzel. Isten aztán azt mondja a népének, hogy különbözzetek még egy dologban. So God then exhorts his people to be different in another thing as well. Abban, hogy ti adakoztok. And they should be different in a way that they were giving. Adtok mindenből, amit kaptatok Istentől, adtok vissza neki. That whatever they received from the Lord, they would give back some of it to him. Isten azt mondja itt, hogy tanulj félni engem, tanulj tisztelni engem. So here God says, learn to revere me and learn to fear me. Hogyan? Úgy, hogy adakozz nekem, ugye mondja Isten. How? By giving to me, that's what God says. Gondoskodj a papokról, akik körülötted szolgálnak és neked szolgálnak. So provide for the priests who are ministering and serving around you, and they are serving you. Mert azt olvassuk, hogy őnekik nincs örökségük. Because we read it here about them that they had no inheritance. És tényleg ők nem örököltek földet, őnekik az Úr volt az örökségük. And that's true, they did not inherit any land, the Lord was their inheritance. És azzal foglalkoztak, hogy szolgáltak az Úrnak, és szolgáltak így lelkiekben a népnek, meg az áldozatokat bemutatták.
And their job was to serve the Lord. They also served the people spiritually, and it was their job to perform sacrifices. És aztán azt mondja, és adakozz ezeknek a rászorulóknak. And then he also says, then give to the people who are in need. Olyan érdekes, hogy Isten egyedül az adakozással kapcsolatban mondja a Bibliában azt. It's interesting to see that the field of tithing is the only thing concerning which God says the following. Tehát az Úrnak való adakozás, amikor anyagilag adunk Istennek. So tithing is like giving to the Lord when we materially give to him. Azt mondja Isten, hogy ebben a dologban gyere és próbálj meg engem. So God says, in this issue, in this area, come and test me. Gyere, igen, te jól mondtad, ezt akartam ma használni, hogy gyere, teszteljél, gyere, nézd meg. Okay, so come and test me and just watch. A Malakiás 3:10-be olvasod. You can read it in Malachi 3:10. Isten azt mondja a népének, hogy gyertek hozzátok be a tizedet, gyerünk. So there he says to the people, come and bring in your tithes. Próbálj meg engem, és lásd meg azt, hogy én meg majd megnyitom az égnek a csatornáit számodra. Test me, and you will see that I will open the floodgates of heaven for you. És itt előbb azt olvastuk, hogy ezzel így tanuljuk tisztelni az Urat. And we've just read that by doing this we learn to revere the Lord. Milyen érdekes, nem, hogy az adakozás után mondja, hogy adakozz, és így tanuld tisztelni az Urat. How interesting that he says that, you know, right after encouraging them to give their tithes. So give and learn to fear the Lord by Mert that. Ez az egyik legnehezebb terület. Because this is one of the most difficult areas. Amikor Isten azt mondja, hogy gyere, adjál abból, amit van nekem. When God comes and he tells us to give something back to him, whatever, you know, we have. De milyen jó hallani, hogy ez gyakorlatilag tanít majd minket az Isten tiszteletre. But it's great to hear that if we do so, then we're going to learn to fear or revere him. És hidd el, hogy az, hogy az adakozás az mindenkinek egy próba Istentől. And believe me that tithing or giving money is a test for everyone. Akár gazdag, akár szegény, az egy próba lesz. It's going to be a test for everyone, whether rich or poor. De Isten mondja, hogy gyere, próbálj meg. But God exhorts us to go and test him. És majd meglátod, hogy én ezért meg foglak téged áldani. And he says, you will see that I'm going to bless you in return. Azt is olvassuk, hogy itt gondoskodjunk másokról, hogy így is adakozzunk. We also read that we should tithe to provide for others. Olyan jó, hogyha másokról gondoskodunk, az is olyan, mintha Istennek adnánk. And it's great that if we provide for others, it's as if we gave that money to God. Jézus a Máté 25-ben mondja, hogyha bárki egy kicsivel megcselekszitek azt, hogy segítetek neki, olyan, mint a velem tennétek. And in Matthew 25, Jesus says that if you do this with one of my little ones, you know, then it's as if you did that to me. Adhatunk úgy az Úrnak, hogy valaki másnak adunk. So we can give to the Lord by giving to someone else. Hogy látjuk a szükséget és segítünk. That we see their need and we help. Hogy látjuk, hogy be tudjuk tölteni, Isten megáldott minket, és odalépünk, és azt mondjuk, akkor segítek, tessék, adok neked. That we can see that God blessed us so that we can meet that need, so, you know, we step out and we give them. Szerintem ez egy nagy jele a kereszténynek. I believe that this is a great sign és erről, of a Christian. És ezzel bizonyságok lehetünk az Úrról. And we can be testimonies to the Lord by that. Mert általában a világban nem jellemző az, hogy valaki adakozó. Because usually in the world, giving to others is not something typical to do. Nem jellemző, hogy adnak az Istennek. And it's not typical of people in the world that they would give to God. Nem jellemző, hogy törődnek egymással. And typically they don't care about others. Az adakozó szív az egy jel, hogy Isten van. But a giving heart is a sign of God's existence. És Pál ír erről, és ezt muszáj volt ide raknom a végére, hogy felolvassam. And Paul writes about this and I had to put it here at the end. A második korintusi levélben. It's in the 2 Corinthians. 9. részben olvasod, 6-tól 8-ig. Chapter 9, verses 6 through 8. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat,
és aki bőven vett, bőven is aradt. Kiki, amint eltökélte a szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén minden jó téteményről bőségben legyetek. Isten hívja az újszövetségi gyülekezetet is, hogy adakozzon, hogy adakozó legyen. So God invites the New Testament church to be a giving church. De Pálon keresztül üzen nekünk, hogy hogyan adakozzunk, amikor adakozunk. But through Paul he tells us how to give when we give to others. Azt mondja, hogy a jókedvű adakozót szereti az Úr. And he says that God loves a cheerful giver. Ugye ez nem azt jelenti, hogy mosolyogva kell adakoznunk mindig. It doesn't mean that you have to donate your money with a smile on your face all the time. Isten azt üzeni, hogyha tudsz békességben adakozni. But God says that if you can give to others having peace in your heart, azt adni, amit elhatároztál a szívedbe, and you can give the sum of money that you decided in advance, és közben úgy gondolod, hogy ez egy kiváltság nekem, hogy én ezt tehetem. And in the meantime you think that it's a privilege that you can do that. Kiváltság, hogy Isten fia lehetek. And it's a privilege that you can be a child of God. Kiváltság, hogy én kapok Istentől. And it's a privilege that you receive from God. És kiváltság, hogy adhatok. And it's a privilege that you get to give. Ha ilyen jó kedvvel tudsz adni, if you can give with such cheerfulness, akkor adj. Then give. De ha ez nincs benned, but if you don't have that attitude, akkor légy színe. Then please don't. Azt mondja az Isten, hogy egy békességgel a szívedbe adj, gyere, az egy kedves áldozat előttem. So God says that that's a pleasing sacrifice to him if you can give with cheerfulness or with peace in your heart. De ha nem tudod így tenni, akkor inkább ne csináld. But if you can't do that with that attitude, then you better not do it. Istennek nincs szüksége a pénzedre. Because God doesn't need your money. És azt látom, hogy Isten hív minket, mint gyülekezet, hogy vegyünk föl egy ilyen adakozó hozzáállást. But as I see, God invites us as a church to have this giving mentality. És itt most nem csak az adományokról beszélek. And I'm not only talking about donations. Isten egy adakozó Isten. But God is a giving God. Ő adta a fiát. He gave his son. Ő mindent odaadott nekünk. And he gave everything to us. Így tudjuk, ez az egyik legjobb módja, hogy megmutassuk őt a világnak. So this is one of the best ways to demonstrate him to the world. Ez az egyik legjobb jel. This is one of the best signs. Amit így magunkra kell vennünk. That we can take upon ourselves. Hogy készek vagyunk adni. That we are willing to give. Mert Isten ilyen. Because this is God's heart. Én szeretném, hogy most imádkoznánk egymásért. I want us to pray for one another. Imádkozni azért, hogy így föl tudjuk vállalni azt, akik vagyunk. To pray that we would be able to stand up for ourselves. Hogy föl tudjuk venni ezeket a jeleket magunkra. To bear these signs that we're supposed to bear. Hogy figyeljünk oda, hogy mit engedünk be az életünkbe. To watch out as to what we allow to enter our lives. Tehát csak így mutassuk Istent a világnak. So let's just present God to the world. Úgyhogy most arra kérlek benneteket, amire már régen kértelek. So I'm going to ask you to do something I haven't asked for a while. Hogy imádkozzunk így ketten-hárman most, jó? Együtt, így összefordulva. Let's csapatok. Pray like two or three people, just turning. És imádkozzatok egymásért ebben a témában. And please pray for one another. Ne érezd rosszul magad, hogyha te nem ismered a körülötted lévőket. And please don't feel bad if you don't know the person who is sitting next to you, around you. Az se baj, ha esetleg úgy egyedül maradsz. It's not a problem if you're on your own. De ha láttok így egyedül ülőket, azért but if üljetek oda mellé. If you can see people who are sitting by themselves, you know, feel free to sit next to them. Szóval kérlek, hogy imádkozzatok ezért és így egymásért. So I ask you to pray for this and for one another. Hogy bizonságok tudjunk lenni, jó bizonságok a világ felé. So that we would be good testimonies to the world. És utána pedig még dicsőíteni fogunk majd együtt. And then we'll continue with praise and worship.
Atyám, szeretnénk azért imádkozni, hogy segíts, hogy ne csak a kiváltságait hordjuk magunkon annak, hogy a gyerekeid vagyunk, hanem így a jeleit is. And Father, we just pray that we wouldn't only bear the blessings of being your children, but also the signs of it. Atyám, kiváltság az, hogy hívsz minket, hogy a te tanúid legyünk. And it's a privilege, Lord, that you invite us to be your witnesses. Uram, kérlek, hogy segíts nekünk, hogy megtanuljunk félni téged. And we ask you that you would help us to fear you. Uram, kérlek, segíts, hogy éljük meg a hitünket, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem éljük, mutassuk a világnak. And please help us to be doers of your word, not only listeners of it, so that we would live out our faith. És most imádkozunk, hogyha valaki így bukdácsol ezen a területen. And I just want to pray for those people who are stumbling in this area. Hogy nem vállal föl téged. That they don't stand up for your name. Kérünk, Uram, hogy erősítsd őt meg. We ask you that you would strengthen them. És töltsd be a lelkeddel. And you would fill them with your spirit. Kérlek, lélek, adj neki erőt. And Spirit, we ask you that you would give him strength. És imádkozunk azért, hogy győzelmet tapasztaljon ezen a területen. And we pray that they would experience victory in this area. Atyám, imádkozunk azért, hogy a te mércéd legyen a legfontosabb az életünkben. And we also pray, Father, that your standard would be the most important in our lives. És segíts nekünk, hogy figyeljünk, hogy mit engedünk az életünkbe, meg a szívünkbe. And please help us to watch out as to what we allow to enter our hearts and minds. És Uram, megvalljuk előtted, hogy abban is segítségre van szükségünk, hogy adjunk, hogy egy adakozó életünk legyen. And we confess to you, Lord, that we badly need you to be able to give to others, and we would have a life of giving. Uram, segíts, hogy ezzel is megvalljunk téged. And please help us to be able to be your witnesses through giving as well. Kérlek, Uram, hogy nyisd meg a szemünket, hogy lássuk a szükségben lévőket, akiknek segítség kell. And Lord, we ask you that you would open our eyes so that we would see the ones that are in need. És Uram, add a bátorságot, hogy kilépjünk és adjunk, amikor kell. And please give us the courage to step out and give whenever we need to. Köszönjük, hogy te adtad az egyszülött fiadat. And thank you that you gave us your only begotten son. És köszönjük azt, hogy te, aki őt odaadtad, oda akarsz adni mindent vele együtt nekünk. And thank you, Lord, that you who did not spare him, you want to give us everything. Atyám, dicsérünk téged ezzel. And we praise you for that, Father. A dalok minden téged illetnek. And all our songs and everything may they glorify you. Köszönjük, Uram. Thank you, Lord. Amen. Amen. Sosem hagytál cserben. Várva a változást, tudva, hogy győztél, Uram, te sosem hagytál el. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagytál el. Az éj már nem tart soká,
a fény sugár. Szívemből dicsérlek téged. Jézus, tiéd szív, szerelmed hűséget, szívemből dicsérlek téged. Ezt megígérted, nagy a te hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagysz el, hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűségem. Kezedben vagy erősségem, te sosem hagytál
sok csillagot s mind ismered. Fenséges Isten vagy. Oly hatalmas, oly végtelen, alázattal térdre roskadunk, s így valljuk meg. Fenséges Isten vagy. A villámoknak, és kitölti meg kóval a felhő hata. Kiadott a napnak, de felkölt a tövét, és kirejti azt elhozva kis hűvös ég. Fel nem néhetem, te alkottad a sok csillagot, s mit ismered. Fenséges Isten van. Oly hatalmas, oly végtelen, alázattal térdre roskadunk, s így halljuk meg. Fenséges Isten. Hogy ne nyűgözünk, hogy ne nyűgözünk, velem mérhetem, te alkottad a sok csillagot, s mind ismered. Fenséges Isten van. Oly hatalmas, oly végtelen, alázattal tétre roskadunk, Fenséges Isten van. Oly lenyűgöző, oly lenyűgöző, fel nem mérhetem, te alkottad a sok csillagot, s mind ismered. Fenséges Isten van. Nem változom, nem változom, más nincs ilyen. Látod a szíved mélyét, és mégis szeret. Fenséges Isten van. Fenséges Isten van. Fenséges Isten. Fenséges Isten van. Milyen szavak mondhatnánk én az Isten szerint? Befesthetnék le, amit érsz még. Isten, ne nem, te mindent arra földön, rólad szent, nem fejezhetnék ki a szeretetet. Ha a világ minden könyve rólad szólna, nem Yo.
Borból vagyunk, sport leszünk, de te mégis meghaltál, én
szeretem felül, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárát, hogy ne ajándékoznál minden nekem. Jót terveztél az életem felül, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárát, hogy ne ajándékoznál minden nekem. Mielőtt megszülettem, te már elhívtál, szerelmet napfényel adjam. Kegyelmet örökké tart, sosem múlik el, kiadtál, fogadtál. Jót terveztem az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz fel. Értem adtad Jézust a bárát, hogy ne ajándékoznál minden nekem. Jót terveztél, jót terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz fel. Értem adtad Jézust a bárát, hogy ne ajándékoznál minden nekem. Jézusban, Jézusban fiak vagyok, gyermek, felettél, az igaz jön, aki értél. Semmi nem választ el a te szerelmettől, te vagy már öröksége. Jót terveztél az életem felől, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárát, hogy ne ajándékoznál minden nekem. Jót, igen jó, jót, igen jót, igen jót, igen jót terveztél. Mikor jót tehetsz velem, értem adtad Jézust a bárát, hogy ne ajándékoznál minden nekem. Mennyi atyán, köszönjük, hogy a terveid velünk csak jók. Heavenly Father, we thank you that you only have good plans for our lives. Jó ezen gondolkozni, hogy odaadhatjuk az életünket a kezedbe. And it's good to ponder that, Lord, that we can actually surrender our lives into your hands. Atyám, segíts nekünk, hogy továbbra is a terved szerint járjunk. And Father, please help us to walk according your plans. És add, Uram, hogy a te akaratod legyen meg az életünkben. And may your will be done in our lives. Köszönjük ezt az estét. Thank you for this evening. Köszönjük az igét, köszönjük azt, hogy közösségbe lehetünk a dicsőítésben. Thank you for the word and thank you that we could have fellowship during the worship time. És arra kérünk, hogy most áld meg azt az időt, ahogy egymással közösségbe leszünk itt, mint gyülekezet. And we also pray that you would bless our fellowship as we are together as a church. Jézus nevében kértünk. In Jesus' name we prayed. Amen. Amen. Hát Isten áldjon benneteket. Amen. And God bless you.
Hogyha imára van szükségetek, mi még itt leszünk előkint, és szeretnénk veletek imádkozni. If you need prayer, there will be some of us here to pray for you. Kívánjuk, hogy legyen szép estétek. And have a nice evening. És jó éjszakát azoknak is, akik az internet előtt néztek. Good night to all of you who are watching us online. Sziasztok. Bye.